Jó estét, kedves nézőink! Önök az NXTV élőadását láthatják, melyben DTM Szuperligát fogjuk közvetíteni innen Silverstone-ból. Én jó magam Varga István vagyok, operatőrünk mindig Létei Attila. Jó estét, sziasztok! És nézzük, hát első helyen Farkas Márton fog majd elrajtolni, hogyha minden tökéletesen jól sikerül. Második helyről majd Orbán Tamás fogja őt követni, vagy megelőzni, de ez majd kiderül. Harmadik helyről fog majd elrajtolni nem más, mint Jaksi Gyula. Negyedik helyről rajtol majd el Kis Levente. Ötödik helyről Súlyok Norbert. Hatodik helyen Csete János. Hetedik helyen Tart Tamás. Nyolcadik helyen Boró Krisztián. Kilencedik helyen Bognár Keve. Tizedik helyen Tóth Péter. Tizenegyedik helyen rajtól Sipos Tamás. Tizenkettedik helyről rajtol el Nagy Csebben lobban majd Marinka Tamás, remélem jól mondtam a nevét. És végül Isten utolsó sorban, illetve utolsóként 13. helyre Cséplő Máté fog elrajtolni. És hát kíváncsian várom, ugye én nagyon régen nem kommentáltam már a DTM ligát, illetve Elfaktort sem. De kedves operatőrünk addig fűzte a fejemet, míg hát újra a fejemet vettem erre. Úgyhogy ha az esti mesét hallgatjátok, az ő fenekét lehet szívni az enyémen kívül. De reméljük, hogy minden rendben lesz. Hát a DTM Superliga az egy kicsit más világ, maga a DTM is. Itt test a test ellen nyugodtan lehet versenyezni, itt mi vágni egymást illik, és sőt kötelező is most már lassan. A Farkas Márton jól elhúzott itt a felvezetőkör elején, már lassan versenytempót fog autózni. Igyekszik minél hamarabb fölérni a célvonalra, hogy megmutathassa, hogy ő mit tud, és már itt is van a célvonalban. Hamarosan elfoglalja az első helyet, őt követi ugye Orbán Tamás és Kis Levente. Jól mondtam? Nem jól mondtam? Nem jól mondtam. Jaksi Gyula, bocsánat. És akkor mondjuk azt, hogy maradjunk akkor Jaksi Gyulán, és nézzük Jaksi Gyula versenyzését, hogy ő mit fog bemutatni nekünk ma este. Lesz belőle réparetek magyaró, majd meglátjuk, mit hoz ki belőle. És ebben a pillanatban elrajtolnak. Jaksi Gyula megpróbálja Farkas Mártont megölni. Farkas Márton egyből bukott kettő pozíciót jelen pillanatban. Így Orbán vette át az első helyet, Jaksi Gyula keményen tartja a másodikat, és Farkas Márton próbálkozik visszaszerezni legalább egy pozíciót. De hát Jaksi Gyulát ismerjük, hogy ő a pályát kihasználja teljes szélében, sőt még nagyobb szélességében is néha. És igyekszik mindent megtenni, hogy az első helyet is megkaparintsa. Hát majd kiderül, hogy mire jut. És már támadta is Tamást. Az Audi és az Audi egymás mellett ellen versenyeznek. Míg mögöttük ugye egy három betűs versenyautó, BMW. Már igen-igen lemaradocskázni látszik. Látom, hogy Tamás és Gyula jó tempót autóznak, míg Márton egy kicsit lelassult, illetve lemaradt. Gyula és Tamás elvette egy picit a pályát, rázok ő majdnem megviccelte és keresztbe állított az úton, de Gyula ezt nem tudta még kihasználni. Gyula elég rámenősen tapad, és nem csak a szélárnyékot próbálja kihasználni, hanem a más íveket is, amit Tamás próbál. Úgy gondolom, hogy egy kicsit próbál játszani Gyulával, és megpróbálja megvezetni az íveket neki, de nem, Gyula nem szalad ebbe bele. Gyula úgy megy, mint a salakmotoros, kergeti nagyon keményen Tamást az első kör vége felé, és ott van Orbán Tamás, megint hibázik, és le is csúszik a pályáról. Ez Gyula megpróbálja kihasználni, de még mindig nem elég neki.
és nem tudja átvenni az első helyet tőle. De igyekszik, igyekszik, és már az első három hát hatalmas szert, illetve hatalmas előnyre tudott szert tenni. Ez számomra érthetetlen, hogy miért. Jaksi Gyula köre 1.53.986-ra sikeredett. És belső éven próbálja Tamást előzni, és úgy néz ki, hogy beteszi az autót, de nem elég, mert utána külső évre szorul, ami nem túl jó neki. De nagyon-nagyon szélárnyékat próbál fogni Gyula Tamáson. És Márton is megpróbálja ezt kihasználni. Hát kevesebb sikerrel. Na nézzük Jaksi Gyulát, beteszi-e, nem teszi be. És belső éven van, de nagyon jó, Tamás elfékezte magát a könnyen rávezető íven, és ezzel Gyula át tudta venni az első helyet. Na nézzük, hogy Gyula meg-e tud lógni a mögötte haladó kettőstől. Láttam is, úgy látom, hogy megpróbálja Tamást megelőzni, és a szélárnyékot kihasználva megpróbál mindent megtenni azért, hogy visszaszerezzen egy pozíciót legalább az elbukott két helyből. Igyekszik, igyekszik. De nem elég. Jaksi Gyula nem tudom mivel megy. De nem Audi motor van abban az autóban, az tuti biztos. És akkor lassan körülnézünk a hármas kis triódiónkat, itt hagyjuk. Hadd játszanak egymással egy kicsit. Boró Krisztián a 13. helyen éppen a homokágyban fekszik, és a gumikat próbálja arra késztetni, hogy tapadást segítsenek neki. Egy tapadást adjon az autója alatt, és ki tudja jönni a sóderájból, de ezt úgy látom, hogy neki nem nagyon fog menni. Mindegy, 12. helyen Súlyok Norbert, az Audi Red Bull valánya mögött teker, kicsit lemaradva, Sipos Tamás mögött, aki a 11. helyen van, szintén egy Audival, Playboy Audival. Na pont elnézte egy kicsit a pályát. És elment egy kis fűvágásra, de hát nem baj, körülnézünk még azért, megnézzük a mezőnyt, ugye hát azért vannak itt egy páran. 10. helyen Marinka Tamás 2 perces körrel próbálkozik. Ő előtte úgy látom van ott egy kis buli, 7. helyen ott van Tóth Péter, és mögötte van egy kis csetepaté, Bognár Keve. És Boró Krisztiánt láttam ott egy picit cserégetni az eszmét, de nem tudtam kijönni belőle jól, hogy mi történt. Úgy látom, Tóth Péter kimaradt belőle a Böncsikével. Na mindegy, ő előttük Cséplő Máté a 6. helyen, 5. helyen Csete János a futásszolgálatos BMW-vel, ő előttük Tar Tamás a 4. helyen, és Farkas Márton a 3. helyen, aki éppen megint kicsit szélesebben fordul a célja egyenes végig. Kigyorsítási pontnál Orbán Tamás 2. és Jaksi Gyula az 1. Keresünk valamit, ami itt fölbozóhatja a kedélyeken. Bognár Keve és Boró Krisztián és Tóth Péter vannak közel egymáshoz, de nem elég közel, hogy ebből komolyabb előzés legyen. De azért keresgélek, hát ha valami kis incidenst össze tudunk hozni kedves nézőknek. Nem tudom, Jaksi Gyulával én versenyeztem egy ideig. Feltűnő, vagyis hát nekem meglepő, hogy ennyire gyors és így megy a többiek. Hát előtt, többiek előtt, akit hiányolok, az ugye a volt liga vezető, Major Gábor. Azt hittem, itt is lesz ilyen safety car, a földből kijön és terébe veri, de nem, sajnos erről lemaradtam. Úgy hiányzik az ilyen. Ez csak a poén kedvéért mondtam el önöknek. De hát... Na és Sipos Tamás dobott le egy 360-as fordulatot így hamar gyorsan az Audival. A gumimelegítésnek egyik nagyon jó lehetősége ez egyébként. Én is szoktam alkalmazni, még mikor R-faktorba Forma 1-eztem, én is mindig megpörögtem a felvezetőkörön, meg a versenyen is. Csak hogy elég meleg gumikat tudjak magam alatt tartani. Hát egyébként úgy látom, hogy nagyon nagy csetepaté versenyzés, úgymond, hogy előzések nincsenek még egyelőre, de hát mi nagyon korán van, csak 4 kör telt el a versenyből.
és azt nézem, hogy milyen időket futnak a fiúk. Jaksi Gyula kiemelkedően jó köröket tud menni, 1.53.628 volt az utolsó köre, ha jól látom, igen, jól látom. Sipos Tamás feladta ebben a pillanatban, pont ránéztem. Súlyok Norbert 1.55-öket megy, Kislevi éppen a Kavicságból a tizedik helyen jön vissza a célegyenes ráfordítónál. Lehet kereste a szerencséjét, de nem találtam, hogy ő sem. Marinka Tamás is 2 perc alatt tudott menni 1.58-6-ot. Ő ugye a 9. helyen tanyázik jelen pillanatban. Kislevi, nem bocsánat, Bognár Keve. És nem tudom, mit csinál a gépem. Önálló életet él. Elkezdte itt nekem pakolgatni az illető versenyzőket jobbra-balra. Hol tartottam? Tóth Péter, ugye ő a 7. 1.59.164-jel. Cséplő Máté 54.9-el a 6. helyen, és Csete Jánossal talán úgy néz ki, hogy össze tudja akasztani icipicit a bajszát. És megpróbálja megelőzni. De lehet, hogy nem megy neki. És nézzük egy kis belső kamerás felvételt. Cséplő szemszögéből gondolom. És nézzük, hogy hogy néz ki ez a BMW hátsó fél. Csete János segge. Autójának a segge, ugye. Ezzel teszem. Közben körülnézek egy picit. Hú, hát a negyedik helyen, negyedik és a harmadik helyen Tar Tamás és Márton találtak nagyon jól most egymásra. Az Audi és a Mercedes. És itt járnak ugye a nyújtott csikánnál, és nagyon-nagyon rátapadt Tar Mártonra. Nézzük szélárnyékból, ki tudod bújni majd a féktáv előtti ponton, és meg tudja előzni. Hát elég rossz ívet választott a külsőt, innen nem lesz neki egyszerű elmenni mellette. Akszor ott a Miller utcába fog tudni elfordulni, de nem, nagyon szépen meg tudta tartani az autót, és nem történt semmi incidens köztük. Érdekes íveket autózik Tar. Mondjuk Farkas Mától jobban kihasználja a rázott köveket, itt mondjuk nem minden esetben segítség. Elég nagyokat fékez Farkas Máton, és ezt Tar Tamás ki is próbálja használni, és amint lehet, oda teszi az autót, hogy el tudjon menni mellette, de Mátonnak elég jó a kigyorsítása. És igyekszik mindent kihasználni, a szélárnyék összes adta lehetőséget. Na ebből előbb-utóbb érintés lesz. A Tar okos volt, és elvette egy icipicit a gázt. Na azért ott a háttérben ugye már lehet látni Csetéjéket is. A Farkas Márton úgy látom folyamatosan a célegyenes végig kanyar becsincsizi, úgyhogy ott mindig sikerül egy kicsit szélesebben fordulnia, mint ahogy azt ő tervezi szerintem. Nem tudom, hallatszott az előbb, hogy vagy jó gombat nyomtam egyáltalán, hogy ugye a Tarék mögött azért ott vannak már Csetéjék is, és közelednek talán egy picit, de most Tar ki tud bújni megint a szélegyenekbe, de megint a külső évben próbálkozik. Sokra nem fog vele menni, saját gumiait fogja ebben gyilkolni. Utána megpróbál belső évreit, meg a rázókőnek van egy olyan hatás, hogy igen, lehet egy kicsit driftelni azzal a Mercivel. Nem tudom, operatőrünk éle egyébként, mert nem hallom, hogy válaszolna, vagy bármit is mondanak közben. Él még jól van, fönn is van, nem aludt el, rendben van minden, akkor van képünk hozzá. És Farkas is, és hát Farkas megint
kicsit lemegy a pályáról, hát ez saját magának árt. De talán még így se tud mellette elmenni. Talán annak egy ilyen legyező hatást kéne bemutatni a Mártonnak, hogy ezt ne kövesse el legközelebb. Na és csetéjék közelebbnek közelebb. Na és... Hát ez érdekes volt Márton részéről, így elment mellette Tar, mintha állva maradt volna hirtelennyibe. Hát úgy volt vele... Márton, hogy elenged inkább Tamást, és megpróbálja ő a szélárnyékot majd kihasználni, de hát hogyha Tarnak jobb a kigyorsítása, illetve annyi előletet muszert, akkor lehet, hogy ezzel bukta Márton azt a harmadik helyen. Nem tudom, hogy milyen célja volt ezzel. És akkor nézzük Cséplőjéket. Cséplő Máté ugye a BMW-vel kergeti a másik BMW. Ugye Csete János próbálja maga mögé utasítani. De nem elég. Nem elég Cséplő Máténak ez a szélárnyék, ez édes kevés ahhoz, hogy el tudja menni, de nagyon tetszik az a dolog, hogy kezdenek fölérni a többiekre. Ami úgymond a harmadik, negyedik helyre. Vagy még lehet egy jó kis banzáj. És közben nem tudom, mit csinált. Hova tűnt Farkas? Bement a boxba. Na, megijedtem, hogy lement a pályáról, azt ott kamikázézik, de nem. Kijött a boxba. Tessék? Mondom neked rögtön, kérlek szépen, mert most jön ki a boxból, mert ki is jött. A hatodik helyre tudott visszajönni a nyolcadik körben. Megtaláltuk, rendben van. És most ő lesz majd Cséplőjék mögött, ugye? A hatodik helyen, mert ugye ötödik most Cséplő Máté és negyedik Csete János. A harmadik ugye Tar, második Orbán Tamás és első még mindig Jaksi Gyula. És Jaksi nagyon szépen el tudott lógni mögötte haladótól. Maradjunk akkor Cséplőjéken, ugye az 5.-4. helyen, ők vannak nagyon közel egymáshoz ahhoz esetlegesen, hogy ne hagyjanak engem ne beszélni. De nem elég Cséplőnek, ez nagyon nem elég. Csete nagyon szépen tudja tartani ezt a távolságot, sőt, ha jól látom, még talán növeli is Mátéval szembe. Csete egy kicsit... Ugye nem közvetítettem a srácokat, már elég régóta. Csete is egy kicsit összeszerettebbnek tűnik, mint eleinte volt, talán... Mondhatni úgy, hogy... Benőtt a feje lágya, hogy nem megy bele mindenbe. A falakon kívül, ugye. Cséplő Máté nem változott szerintem, ugyanolyan, mint amilyen volt. Tar Tamást nem ismerem, Orbánt ismerem, tudom, hogy milyen versenyző, és Jaksi Gyulát is tudom, hogy milyen versenyző, és mondom, meglepő, hogy ilyen szépen elnyúlt már a második helytől. Hát Orbán Péter testvére Orbán Tamás, ha minden igaz, hanem akkor, ha esetleg mégse rosszul mondanám, akkor most már testvérek lesznek, és már le se tagadhatják. Na nézzük akkor a tizedik hely, Marinka Tamás, és a mögötte haladó Súlyok Norbert, súly nélkül. Nagyon közel voltak az előbb egymáshoz, most viszont eltávolodtak jó 4-5 autónyit. Nagyon
Ilyenkor Tamás egy négykerekes fordulás mutatott be majdnem, nagyon durván driftelve fordult be. Kicsit túllőtt a célon. Súlyok látja is, és már meg is próbálja kihasználni, és így van, belső évre beteszi az autóját. És mindent megtesz, hogy meglegyen az a hely. És azért csak adok-kapok van. Egy-két elemcsere próbálkozás, úgy látom, hogy meg van, de mégse sikerült elemeket cserélni a két autó közt. És kis levés jön ott a háttérben, nem olyan túlságosan messze. Lehet, hogy még nevető harmadik. Tamás küzd ezekkel a kanyarokkal. De legalább Súlyok Norbinak így megvan a 9. hely. Na, körül nézzünk egy kicsit elő. 8. helyen Bognár Keve, 7. Tóth Péter, addig a kamera maradjon ott. Én gyors felsorolom. Márton, Farkas Márton ugye az 6., Cséplő Máté 5. Megyünk vissza a Levire. Én legalábbis. Na, és kis Levit üldözi Tamás. Hát aki úgy kanyarból egy picit levett. Úgy rendesen. Látszok, és nagyon hatottam meg, hogy ott van. Na, Súlyok Kis és Tamás 3-as. Kezdenek összerázódni. Igen. És Márton Tamás, ha jól emlékszem, jól mondtam a nevét, elnézést érte, de nem ismerem még, mert meg kell jegyezzem a nevét. Beleállt a falba, csak rotyogott. Marinka Tamás, bocsánat. Úgy azért odavágta rendesen. Nem tudom milyen okból kifolyólag, de mindegy. Na, Súlyok és Kis nagyon közel vannak egymáshoz az első szektor végén is. Kis Levi olyat odavágott Súlyok Norbinak, csak úgy repültek a hátsó lámpa darabok. De Kis Levi sportszerű, nagyon sportszerű, bevárja. Vagy mégse, de bevárja. Csak az a probléma, hogy nem tud kijönni a sóderágyból. Súlyok Norbi. Hát így lehet, hogy Súlyok versenyének is sajnos vége lesz. De hát ez sajnos így van. Kis Levi még mindig nagyon-nagyon lassan próbál az autóval haladni, sőt le megy a pályáról, és a füvön közlekedik már, hogy bevárja azt az ellenfelet, aki sajnos érintett hátul. Nagyon sportszerű Levi. Ez egy nagy taps jár neki, és Kis Levi ki is lép. A versenyből úgy érzi, hogy így nem lenne fair részéről tovább a versenyzés. Egy kalappal Levi ezért. És közben Súlyok ki tudott mászni, úgyhogy Levi ezt most egy kicsit megbenézted, de semmi baj, akkor is a sportszerűség szerintem sokkal fontosabb volt ennél. Úgyhogy sajnos vannak már kiesőink. Na, nézzük, 8. helyen Bognár Keve. És a 7. helyen álló Tóth Péter. Összefutottak a pályán. Nem azért, mert eltévedtek. És Tóth Petit betámadja Bognár Keve. Gyönyörűen a középső egyenesbe is jön a féktáv, de Keve kívül van, külső íven. Peti tudja, odavágják egy kicsit egymásnak az autót. És na, hát azért Keve ott elment rendesen.
Hát ez érdekes. Így. Tehát inkább így, mint amúgy. Ugyebár. Na közben Csete és Cséplő is összeértek. De jó házi pálinka. És Csete mellett elment Cséplő, vagy lehet, hogy boxban voltak, most ezt nem tudom megmondani, de most fordult a helyzet, most Csete van hátul és Cséplő elől. Na nézzük Csetét akkor. Mennyire lett összeszedett, nyugodt versenyző. Nem azért, mert egy idegbeteg lett volna, vagy bármi ilyesmi, csak nagyon sok versenyzés közben tapasztal meg sok mindent néhány pilóta, és abból nagyon sokat lehet tanulni. A Csete igyekszik minden kigyorsítást jobban venni, mint Máté. Ez talán a legrosszabb, amikor az ember menné a saját tempóját, de nem tudja. Ott van, Máté hibázik. Nagyon szépen itt Csete vissza tudta venni a pozícióján. Na, ezek a csatának akkor annyi. Nézzük, Tara negyedik. Farkas Márton a harmadik, Orbán Tamás még mindig a második. És Jaksi Gyula még mindig az élen tanyázik. De úgy látom, hogy Orbán és Farkas kezdik beérni. Akkor nézzük a 7.-8. helyet, Tóth Pétert és Bognár Kevét. Ők is beértek. Ez ugyanolyan, mint mikor a mama a lekvárt főzi a baraszból, a papa meg a pálinkát. Ez körülbelül ugyanolyan jó kis hasonlat. És közben még ott van Súlyok Norbi is. Nagyon sokan eltévesztik ezt a kanyart. Mint most elrontott Keve is. Sokszor négy kerékkel fordulnak az autók, úgy is négy kerékkel, csak driftelve ment most. És már a 13. körben járunk. Nem rossz teljesítmény. És szépen is mennek, egy-két kisebb csattanót leszámítva, de szerintem jó. Na nézzük, Keve és Tóth Peti. Tóth Peti nagyon szépen próbálja fogni a szélárnyékot, de célegyenes végén nem lesz könnyű kihasználni, de okos. Peti és ugye van egy ilyen reklám is, hogy Peti okos Tomival mos. Most Peti okos és Kevével fog mosni. Előbb-utóbb el fog tudni menni mellette. A BMW nem olyan jó az egyenesben, viszont a kanyarokban sokkal jobb, mint az Audi. Ez nem azért, mert tapasztaltam, csak látványra mondom. Én nem mentem ezzel a móddal sose. Na nézzük, Tóth Péter megint szélárnyékban a célegyenesben. Itt kéne kitörnie, még mielőtt ráfordulnak erre a kanyar, ez Keve. Simán elvenni a gáz, sőt mivel bele is fékezne. Tóth Petit elengedje. És hát nem azért, hogy elengedje, hanem azért, hogy ne érintkezzenek. A Keve érdekesen szépen tartja az autót. Peti kicsit küzd. Nézzük, hogy Audi vagy BMW. BMW vagy Audi? Na ez itt a kérdés. És még mindig az Audi.
Keve még mindig tartja azt a hetedik pozíciót, Tóth Peti próbál mindenhonnan már minden rést kihasználni, hogy elvegye ezt a hetedik helyet. Nagyon jó a kigyorsítás az Audinak, és a végsebessége is jobb egy 2 kilométerrel egyébként, mint Tóth Peti BMW-jének. Tóth Petinek talán kanyarokban lehet mondom előnye, jobban befekszik. Na viszont most nagyon jó helyen van Tóth Peti. Ő lesz a belső évön, Keve kívül kell, hogy forduljon, és viszont lehet, hogy ez Keve... Ha nem, nézd már. De. Na most igen vagy nem, döntsétek el. Most belső éven van Keve, neki lesz előnye. És elfordul, nézd csak a fiatalság nyers erővi. Erre nem számítottam, Attila. Nem tudom mennyi a korkülönbség kettőjük között, amúgy... Tóth Peti nagyon csúnyán eltalálta Kevét. Ugye Keve gyönyörűen megfogta az autót, talpon maradt. És hát nem sportszerű Tóth Péter részéről, hogy nem várja be Kevét. Illő lenne. Nem láttam azt, hogy Keve hibázott volna. Mögötte haladónak kell mindig figyelni arra, hogy az előtte haladó mit csinál. Tapasztalat, míg mielőtt operatőröm rám szól. Na, Tóth Péter akkor így egy helyet kapott. Nekem lehet, hogy rá fog akaszkodni. Mondjuk akkor egy kicsit tovább nézzük meg a srácokat, vagy maradhatunk képben, én mondom, hogy mi a helyzet. 6. helyen Cséplő Máté, 5. helyen Farkas Márton, egyedül vannak. Csete János szintén egyedül a 4. helyen. Tar Tamás a 3. Orbán Tamás a 2. És Jaksi Gyula még mindig az első. És Sipos Tamás, Marinka Tamás és Kislevi feladták a versenyt. Boró Krisztián a 10. Súlyok Norbert a 9. helyen van, és ugye most már Keve csak a 8. az előbbi pacsi miatt. És még számításaim szerint, hogy durván 10 kör lehet hátra. Vagy 8, nem tudom. Hát Keve próbálja állait összekaparva utolérni Tamást, és visszavenni tőle azt a 7. helyet. Viszont ami érdekes lehet, az Farkas Tamás, hogy az 5. helyen is Cséplő a 4. helyen. Márton, bocsánat, Farkas Márton, igen. Jó, hát szoktam ilyet, hogy átnevezek egy-két embert, úgyhogy lehet, hogy én melyiknek új neve lesz. Majd annyi könyvesztetjük, semmi gond. Nekem egyszerűbb. Csak annyi Tamás volt itt hirtel, hogy belekeveredtem. Na és Farkas Márton már ott van Cséplő szélárnyékában. Sokkal jobban is vette a kigyorsítást, mint Cséplő Jani. És már a szélárnyékból kacsingat kifelé. Ugye kidob még egy indexet neki, de nem. Nagyon szépen megy Farkas Márton. Azért másodperce jobb volt az előző köre is, mint Csetének. Az is érte be egyértelműen. Közben hátul Boró Krisztián ismételten sóderágyban kapartatja a kis autóját. Na és Farkas Márton próbálja Csetét megelőzni
belülről, kívülről, jobbról, balról. Csete azért próbálkozik. Egy kis csintalansággal a pozíciót tartani. A BMW és BMW. Lehetett látni, én Márton szemszögéből nézem most ugye a versenyt, lehetett látni, mennyivel később fékezett Márton, mint Csete, majd egy az autóhosszal később fékezett. Ez rengeteget számít. Legalább 2/10 volt ott. Én talán 2-3 évvel ezelőtt életem legnagyobb versenyzését élhettem át ezen a pályán, és Márton nagyon szépen kihasználta a Csetének a butaságát, és el is ment mellette. Nagyon szépen, sportszerűen. Azért semmi változás. Bro Krisztián a 10. helyen próbált valamit ott magával kezdeni. Összekaparja az autóját szegényként. Zsiok Norbert 9. Bognár Kever 8. Tóth Péter a 7. Cséplő Máté a 6. Csete János az 5. Farkas Márton, ugye szép előzés után már 4. Tar Tamás a 3. Orbán Tamás a 2. és Jaksi Gyula még mindig az 1. Nagyon szépen versenyeznek a fiúk. Na és nézzük akkor 8. helyen Pognárt és Tótot. Pognár Keve beteszi az autót Tóth Petivel, és gyönyörűen belső éven meg is előzi, és ismételten belső éven tudja majd tartani az autót. Így nem tud majd Tóth visszatámadni Bognárnak, de jön a célegyenes, ahol szélárnyékot ki tudja használni. És ki is fogja talán használni a BMW-vel. Így van, már majdnem mellette van. De aztán egy hirtelen kormánymozdulatnak köszönhetően Tóthnak egy icipici végsebesség csökkenése van. Kell, nagyon szépen versenyzik ezzel az Audival. És hogy elnézem, tapadnak ezek az autók rendesen, mert a sikánhoz jönnek, ugye ez a nyújtottabb sikánhoz, mint a nyíl úgy elfordul az Audi. Vannak itt azért párosok, akik ugye egymásra találtak, de tényleg rendesen. Ja, ott van Tóth Bognár, aztán még talán szerintem Csete és Farkas közt is még lehet valami. Hát az élem már nem hiszem, hogy Orbán Jaksit be tudná fogni. Ha Jaksi nem hibázik, akkor nem lesz itt gond. Nézzük akkor a 8.-7. helyen Tóth és Bognár randi előkészületeit. Valamelyik körben révbe fognak érni, és ott van egy kis hiba Bognártól, és Tóth ezt mindjárt ki fogja használni, de nem elég. De csúszik annak az autónak a hátsó fele BMW-nek Tóth Péter alatt. És közben akkor számolgattunk itt a dolgokba, még 2 kör lehet hátra. Azt jelenti, hogy körön belül van mindenki, nincsen még, nem kapott még kört senki. Most kezdte meg Jaksi a 20. körét. Nézzük gyorsan körül, van-e valami. Hát Bognár Tóth még mindig nagyon közel vannak egymáshoz, úgyhogy maradjunk itt
ha ők a 20-ba beléptek, akkor majd áttesszük az élen haladóra. Lesz egy fél körünk körülbelül Jaksi Gyulával. Hát, ha még Tóth Kevin visszapróbálja venni a pozícióját. Lehet, hogy ebből már sajnos nem lesz semmi. Ja, és megint hibázik Tóth Peti. Hát, szerintem elúszik az a hetedik hely Peti részére. És Jaksi Gyula ugye az élen haladó. Szerintem kapcsoljuk most már át ő rá is egy kicsit. De hát tudjuk, egy közvetítés nem az élen haladóról szól, hanem arról, hogy hol vannak versenyek és csaták. Azt kell mutatni. De azért megtiszteljük ezzel Jaksi Gyulát, hogy az utolsó kört azt megpróbáljuk vele véghez vinni. Közben azért lesem Bognáréka. Tóth Peti vajon Kevin át tudja magát valahogy szorítani, vagy nem is tudom, mit mondjak rá. Hát Keve hibázott pont ebben a pillanatban, még Tóth visszavette a pozíciót tőle, így ő a hetedik, de Keve nem fog ezt annyiban hagyni. Úgyhogy, de utolsó körben járunk. Hát az utolsó kör 56-3 volt Gyulától. Mondjuk a második helyen lévő Orbán Tamás 55-8-at tudott jönni, ott azért van egy kis kemény 5-6 tizedes különbség, annyival gyorsabb volt Tamás, mint Gyula. Nézzük meg akkor a harmadik helyen lévő Taris mennyit tudott. Ó, hát ő még gyorsabb volt mind a kettőjüknél, 55-5-öt tudott jönni. Jó 7,5-8 tizedet tudott odavágni ezen a körön. És az, hogy Orbán Tamás már láthatáron van neki bőséggel. De Jaksi Gyula az élen még mindig. És azt hiszem, hogy ez az utolsó köre Jaksinak. És behúzhatja a Stigulát Silverstone-ba. Nézzünk egy onboardot Gyulától, hogyha lehet. Hát akkor nem nézünk, vagy nézünk, már nem nézünk. És bejött ebbe a pillanatban Jaksi Gyula, így megnyerte akkor a szilvesztoni futamot. Őt második helyen követi, ugye nem más, mint Orbán Tamás. Harmadik helyen fog befutni mögöttük ugye Tar Tamás. Olyan, mint amíg mennének egy kört, nem? Egyedik helyen Farkas Márton ér be, ötödik helyen fog befutni Csete János, hatodik helyen Csiprő Máté. Olyan régen mondtam már nevét, elfelejtettem. Hetedik helyen fog befutni nem más, mint Bognár Keve. Nyolcadik helyen bármilyen kettőjük között lehet egy csere. Tóth Péter. Na várjunk csak, várjunk csak. Lehet, hogy egy eszmecsere is történni fog itt az utolsó párkanyar. Úgyhogy az utolsó egyenesben, de nem. És még azért odavert egy, jaj, micsoda pörgés láthatunk. Bognár Keve felszállt, mint egy vadgalamb. Akkor a 9. helyen érkezett be Súlyok Norbert. 10. helyen
Boró Krisztián, és akkor 11. helytől ugye kiestek a versenyzők. Ugye Kislevi volt, mindjárt pillanat, Marinka Tamás, és 13. helyen végzett ugye Sipos Tamás. Hát ez volt akkor a szilvesztoni verseny itt a Super DTM-mel. Holnap élőközvetítésben ismételten DTM Superliga, hogy itt leszek-e, az biztos, hogy mi lesz, az még nem tudom, de holnap este 8 órakor találkozunk. Köszönjük a figyelmet, hogy velünk voltak. Jó magam, Varga István voltam, operatőrünk mindig, Létai Attila, további szép estét, sziasztok!